A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, a Fővárosi Önkormányzat és a kormány közös városfejlesztési szerve 2020. februárjában megerősítette a kormány azon korábbi döntését, hogy Budapest következő hídja a budai Galvani utca és a pesti Illatos útvonalában épüljön meg. Az új Dunahíd megépítésének legfontosabb célja, hogy Budapest belvárosának forgalomcsillapítása megtörténhessen. A belváros élhetőbbé váljon, a külvárosi kerületekben, illetve az agglomerációban élők közlekedési lehetőségei pedig javuljanak. Ez a cél azonban csak akkor érhető el maradéktalanul, ha az új Dunahídhoz megfelelően kiépített úthálózat is csatlakozik, amely képes a forgalom elvezetésére. Az úthálózat első szakasza a Fehérvári úttól a Gubacsi út Illatos úti csomópontig már tervezés alatt áll. Az úthálózat akkor lesz teljes, ha eléri az Üllői utat, és Budapest új körútjaként megfelelő kapcsolatokat biztosít, többek között a Ferihegyi repülőtér, Kőbánya, illetve a délpesti kerületek irányába is. Ehhez, illetve a belváros forgalom csillapításához szükséges az úthálózat második szakaszának megépítése is. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa a Gubacsi út Illatos úti csomópontból kiindulva két irányban összesen 6 műszaki változat kidolgozását és hatásvizsgálatát rendelte el. Ezek közül 4 műszaki változat esetén az út a Gubacsi úti csomópontot elhagyva a határút irányába kanyarodik, és így éri el az Üllői utat. 2 műszaki változat esetén az út a Gubacsi úti csomópontot elhagyva a Ferencvárosi rendezőpályaudvart keresztezi, majd az Ecseri úton keresztül éri el az Üllői utat. Amennyiben a Gubacsi útnál elakad a körútépítése, az negatívan befolyásolhatja az érintett területek mindennapjait. A forgalom ebben az esetben nem kiépített, zajvédett szakaszokon haladna, hanem megtalálná a lakóutcákat. Beszivárogna a József Attila lakótelepre, a határút telítettsége miatt a Vekerle telepre, és jelentősen terhelni az Aszódi úti területeket, valamint a Kékvirág lakótelepet is. Csak ezen a 4 lakóterületen összesen közel 30 ezer ember életét érinti ez a kérdés, de a döntés kihat a szomszédos kerületek lakóinak életére is, és befolyásolja azt is, mennyire tudja betölteni az új Dunahíd fontos szerepét a belvárosi kerületek forgalomcsillapításában. A fejlesztés megvalósításával viszont Budapest új körútja alakulhat ki, mely hozzájárul a főváros élhetőségének javulásához, a belváros forgalomcsillapításához, egy a mainál hatékonyabb és fenntartható Budapestet és agglomerációját szolgáló közlekedési hálózat kialakításához. A továbbiakban a 6 verzió közül azt a 2 változatot mutatjuk be, melyek a kiserdő szélén haladnak. Az első verzió esetén az útvonal a kiserdő területén, annak szélén halad. Egy nem túl mélyen vezetett, részben felülről nyitott, részben zárt kéregalagútban. A második verzió esetén az út szintén a kiserdő szélén, de mélyebben, hosszabb szakaszon, zárt alagútban vezetve halad. Mindkét esetben a zárt szakaszok tetejét vékony földréteg takarja, melybe fa nem ültethető, parki funkciók, például játszóterek, sportpályák viszont kialakíthatók itt. Amennyiben ezen változatok valamelyike valósul meg, ezekről a funkciókról, a park kialakításáról az itt élők közösségi tervezés keretében dönthetnek. Mindkét megoldás jelentősen érinti a kiserdő területét. Mindkét megoldás esetén a határút mentén a rezgés terhelés csökkenése várható, és a környező lakóterületek forgalma jelentősen csökken. A Vekerle telepé 41%-kal, a József Attila lakótelepé 19%-kal. A határút és a mellette haladó villamospálya korszerűsítésére nem kerül sor, de a határút forgalma jelentősen 70-75%-kal csökken. A következőkben azt a 2 változatot mutatjuk be, melyek a határúton haladnak. A harmadik változatnál a híd forgalma egy határút alatti alagútban halad. Az alagút tetején pedig a határút teljes felújításával és átrendezésével egy forgalomcsillapított szervízút és egy korszerűsített villamospálya kaphat helyet. A házak előtt járda, kerékpárút, parkolósáv és egy körülbelül 10 méter széles fás ligetes terület is kialakítható. A negyedik változat esetén a forgalom a felszínen, egy több fasorral szegélyezett, zajvédő fallal védett, klimatizált városias úton halad. Ebben az esetben is megújul a mai villamospálya, és kialakítható a házak előtt egy közel 14 méter széles, forgalomcsillapított, kizárólag parkolás, célforgalmat és kerékpározást szolgáló terület.
Fontos tudni, hogy mindkét verzió megvalósítása érinti a ma a villamos és a határút között húzódó fássávot. A kiserdő területét viszont az alagutas változat csak 0,6 hektár mértékben, a felszíni változat pedig gyakorlatilag egyáltalán nem érinti. Mindkét verzióban jelentősen csökken a Vekerle telep és a József Attila lakótelep forgalma. Az alagutas verzió esetén a Vekerle telepi 49%-kal, a József Attila lakótelepi 21%-kal. A határút és a mellette haladó villamospálya korszerűsítésére sor kerül. A határút forgalma jelentősen 74-82%-kal csökken. A felszíni verzió esetén a Vekerle telep forgalma 52%-kal, a József Attila lakótelepé 28%-kal csökken. A határút és a mellette haladó villamospálya korszerűsítésére sor kerül, a régi határút forgalma pedig gyakorlatilag megszűnik. A zajterhelés az alagutas változatban jelentősen csökken, de a felszíni verzióban is határértéken belül tartható. Végül azt a két változatot mutatjuk be, melyek a Ferencvárosi rendező pályaudvar keresztezésével az Ecseri út irányába haladnak. Ezekben a változatokban az útvonal a Ferencvárosi rendező pályaudvar felé fordul, és egyik esetben egy közel 850 méter hosszú felüljárón, a másik esetben egy körülbelül 12 méter mélyen vezetett, 650 méter hosszú alagútban keresztezi a pályaudvart. Ha ezen verziók egyikére esik a választás, az építés miatt több üzemi és intézményi épületet és 4 darab lakóépületet is el kell majd bontani az Aszódi úti lakótelep területén. A Gyáli úti csomópontnál pedig felüljárót kell építeni 570 méter hosszan. A verziók előnye, hogy zöld területet gyakorlatilag egyik sem érint. Ugyanakkor az érintett lakóterületeken, azaz az Aszódi úti lakótelepnél és a József Attila lakótelep Ecseri út felé eső részén jelentős zajterhelés és forgalmi hatások várhatók. Az Ecseri úton csak egy 6,5 méter magas ívelt zajvédő fal építésével lehetne csökkenteni ezt a terhelést. Az Aszódi úton még zajvédő falak mellett is határérték közeli zajterhelés várható. Az Ecseri út forgalma 2,5-3-szorosára nő. Az Aszódi úti lakótelepen megjelenik a körút forgalma. A József Attila lakótelepnél és a Vekerle telepnél érdemi változás nem történik. A határút forgalma érdemben nem csökken. A Kékvirág lakótelepen a Bihari út, Üllői út felé eső szakaszán 56%-os növekedés várható. A megnövekedett forgalmat az Üllői úti csomópont nem tudja megfelelően kezelni. A forgalom 6-7 órán keresztül torlódhat naponta. A kivitelezés ezeknél a verzióknál a működő rendező pályaudvar miatt különösen nehéz és költséges. Ráadásul ezt a területet 1945-ben számos bombatalálat érte, így ezeknek a tölteteknek a hatástalanítása is növeli a bekerülés költségeit. A műszaki változatok lakossági egyeztetésére 2020. szeptember-októberében került sor kérdőíves felméréssel. A felmérés eredményei alapján mind a közvetlenül érintett lakosság, mind az itt közlekedők, mind a fejlesztéssel nem érintettek körében a két Ecseri úti változat és a határút felszínén vezetett negyedik verzió nagyfokú ellenállásba ütközik. Valamennyi csoport válaszadói körében a hármas, azaz a határút alatti alagútban vezetett verzió jelenti a legelfogadhatóbb műszaki megoldást.